Thank you.
imádságból kezdjük meg. Álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnő édesanyánk az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk neveled, áldjuk neveled azért, mert velünk vagy minden napon. Te vagy a mi támaszunk, akire számíthatunk az élet legnehezebb pillanataiban is, mert te a tiédet nem hagyod el, hanem átvezetsz bennünket a Sírom völgyén, és azt akarod, hogy erőről erőre jutva jelenjünk meg te előtted a Sírom. A mi kérésünk ez alkalommal az, hogy erősítsd meg a gyászolódó családot, szent lelkeddel és ígéddel, ígéreteiddel és jelenléteddel. Te vagy az, aki az özvegyek és árvák atya vagy. Te vagy az, aki bennünket felkarolsz. Aki a mi tehetetlenségünkben képes vagy csodát tenni, mert nálad semmi sem lehetetlen. Arra kérünk, add a te áldásodat, reáljuk. És segíts mindnyájunkat most ígédre figyelni. Taníts bennünket Jézust követni, aki kész volt fölvállalni a halál életünk, hogy nekünk örök életünk legyen, hogyha meghalunk is éljünk. Így kérünk most áld meg ígédet, közösségünket, együttlétünket, hogy erősödjenek a szívek, gyógyuljanak a sebek, és nyerjük élő reménységet fiatnak a halálból való föltámadása által. Amen. Akik megtehetik, helyet foglalnak. Gergely Róbert testvérünk temetésére gyűltünk össze. Elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Eljöttünk nem csak az ő temetésére, eljöttünk a gyászoló családdal együtt érezni és velük sírni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ő egyszer a mi szemünkről minden könnyedletről. Az idő még nem jött el. Még könnyek hullanak, de Isten az ő tömlőjébe gyűjti a mi könnyeinket. De nézzünk elébe hittel az ő ígéretének a beteljesedése elé, és nézzünk elébe annak, amikor ő mindezeket valóra váltja, amikor lesz feltámadás a halálból, nem csak viszontlátás, hanem meglátjuk a mi drága megváltónkat, aki az ő jóságából mindezeket valóra váltja. Kívánjuk azt nem csak a gyászoló család számára, hanem minden kedves jelenlevőnek, hogy Isten ígé által merítsünk vigasztalást, üzenetet, mert Isten az, aki bennünket megszólít, üzenetet ad nekünk, útba igazít, helyreállít, és ő az, aki számunkra világosságot akar adni a magasságból, hogy felragyogjon számunkra Krisztus. Adja meg a jó atya azt, hogy ezt megtapasztaljuk mindannyian e jelen való alkalommal. Amen. A gyülekezetünk énekarát kérdezett el énekelni Isten dicsőségére, vigasztaló éneket, azt követően igeolvasás és ige hirdetés következik Bálint Pál, lelki pásztor testvérünk részére.
23. verstől kezdve a 24. verssel befejezve, mely a következőképpen van megőrítve a Károli fordítású Biblia szerint. Bizony halljátok meg ti asszonyok az Úrnak szavát, és vegye be a ti füleitek az ő szájának beszédét, és tanítsátok meg leányaitokat a sírásra, és egyik asszony a másikat a jajgatásra. Mert feljött a halál a mi ablakainkra, feljött a mi palotáinkba, hogy kipusztítsa a gyermekeket az utakról, az ifjakat az utcákról. Szólj! Ezt mondja az Úr, és az emberek holtteste hever, mint a vani a mezőn, és mint a kéve az alatú kíván, és nincs összegyűjtse. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcső bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Amen. Köszönöm, hogy foglalni az Thank you.
azt mondta, hogy nem igen hallotta ezt még házasságkötések alkalmával, és mondom, hogy bizonyos ideje, több mint 10 éve gyakorlom ezt, és ez az első alkalom, amikor az Úr az imádságomat nem hallgatta meg. És korai közvetség zúdult a kedves Deborára, így is a kedves gyermekre áldását. Ez a kérdés foglalkoztatott engem ennek az igének alapján, hogy hogyan fogadjuk a halál érkezését. Különböző emberek különböző féleképpen reagálnak arra, amikor beköszön a halál. Vannak olyanok, akik erősebb természetűek, könnyebben átvészelik ezeket a pillanatokat. Vannak, akiket érzékenyebben érint a halál érkezése. Vannak olyanok, akiket egészen padlóra tesz, amikor bekövetkezik a halál a családban, függetlenül attól, hogy milyen közeli vagy távoli, de ha a családból valaki meghal, különböző féleképpen reagálnak az emberek helye. Szeretném ennek az igének alapján először is erre a kérdésre ezt a választ adni. Hogyan fogadjuk a halál érkezését? Megadással. Lehet, hogy gyászoló család, Debora, kedves testvéreim, azt mondják, Bálint esetén a legnehezebbet választotta. Ez a legnehezebb, hogy megadással fogadjam azt, amikor a halál érkezik a családomban, barátaimat érinti, testvéreimet érinti, szomszédomat érinti, gyermekemet érinti, feleségemet érinti, megadással fogadjam a halál érkezését. Lehetünk más egyebet is, de minden másfajta viszonyulás a halál érkezéséhez hiába való, és a bennünk levő gyász csak növeli. Ez az egyedüli hozzáállás az, ami enyhíti a szívünkben a gyász okozta sebeket és fájdalmat. Ha megadással vagyok az Úr előtt, amikor a halál közeledik a családunkhoz. Nem tehetünk semmit azért, hogy a halál elűzzük. Érdekes módon itt Jeremiás prófét azt mondja, hogy feljött a halál a mi ablakainkra, aztán folytatja tovább palotáinkba, általában a lakásokat úgy készítik el, hogy az ajtót igyekeznek az emberek a legbiztonságosabbnak elkészíteni. Érdekes módon a tolvaj sokszor nem az ajtót próbálja feszegetni, az ablakot. Úgy néz ki, hogy ez szerint a séma szerint közeledik némelykor, és közeledett Jeremiás idejében is a halál az akkori emberekhez. Azt mondja, feljött az ablakainkra. Aztán azt is mondja, hogy a palotájunknak, a legbiztosabb helyen a királyok, meg az udvarban levő, a palota falain belül érezték magukat. A legbiztonságosabb helynek minősült régen, amely, ami királyok voltak, a palota.
épületet és a paloda épületét, falakkal biztonságos hely. Jeremiás azt mondja, hogy a palotáinkba is bent. Más szóval semmit nem tehetünk, amikor Isten szorítja el szeretteinket, és küldi a halál angyalát, hogy elvigye, elragadja szeretteinket a családjainkból. Nagyon sok esetben kellemetlen érzéseket vált ki az emberekből, sokszor Isten ellen való lázadás vált ezt ki az emberekből, sokszor mély botránkozásba mennek bele az emberek, lázadoznak még az Isten ellen is, perelnek az orvosokkal, nem jól kezelték, elkezelték. Testvéreim, amikor a halál angyalát küldi Isten hozzánk, akár családjainkban, semmit nem tehetünk annak érdekében, hogy a halál ne következzen meg. Hiába valónak minősül az orvosi beavatkozás, akár legyen az legjobb szakértelemmel beavatkozó orvos is, semmi nem segít. Testvérem, idézte már, elvégezett dolog a szuverén Isten részéről, hogy az emberek egyszer meghalljanak. Ez az Isten szuverén hatáskörébe tartozik. És nem fellevezhetünk. És nem lázadozhatunk. A legjobb állásfoglalás, ha annyi lelki ereje van a hátramaradott közvetnek, vagy a családtagoknak, hogy ilyen helyzetben is tudjuk mondani azt, Atyám, legyen meg a te akaratod. Nagyon szerettük volna, Robert testvér tovább élt volna közöttük. A legjobban Debora és a gyermek, de mindannyian. Istennek ez volt a végzése. A titkokat, háttértitkokat nem ismerjük, és ez a legjobb állásfoglalás. Atyám, nem így szerettük volna, másképpen kértük az imádságainkban. Ha te így végezted, akkor a te bölcs döntésed előtt megadjuk magunkat. Második válaszom erre a kérdésre, hogyan fogadjuk a halál érkezését, vállaljuk a közös teherviselést. Ebben az igében Jeremiás arról beszél, már még a 20. vers előtt, már a 17. versben, azt mondja, ezt mondja a seregek ura, figyelmezzetek rá, és hívjátok a sírató asszonyokat, hogy jöjjenek el, és a bölcs asszonyokhoz is küldjetek, hogy jöjjenek el. Jeremiás által az Isten népét ebben a nehéz helyzetben arra buzdítja, amikor ott vannak az utcán a gyermekek és az ifjak, ott hevernek holtan, hívjatok magatok mellé sírató asszonyokat és bölcs asszonyokat. Testvéreim, abban a percben és abban az időszakban, amikor egy családba beköszön a halál, abban az időszakban Isten nem csak a családot teszi próbára, hanem mindannyiunkat. Ajtót nyit Isten nekünk akkor, és például ebben az esetben
nyit Isten a Perecsenyi Baptista gyülekezet számára, a szomszédok számára, közeli vagy távoli rokonok számára, ajtót nyit Isten nekünk arra, hogy megmérhetessük. Mennyiben vagyunk együttérzőnek? Mennyiben tudunk sírni a sírókkal? Mennyiben tudunk vigasztalni olyan embereket, akiknek erre van szükség? Jöjjenek a sírató asszonyok, jöjjenek a bölcs asszonyok. Ismertem egy testvérnőt a Tenkei Román Baptista gyülekezetből, aki miután házasságra lépett a férjével, eltelt 5 év, eltelt 10 év, és nagyon-nagyon nehezen viselte a testvérnő azt, hogy nincsen gyerekük. Nagyon-nagyon szerette volna a gyermeket. Mindig félszegen érezte magát a gyülekezetben, amikor látta, hogy ott vannak a gyermekek, egy szép kis román gyülekezet van, román baptista gyülekezetenként, és neki pedig nincs gyermeke. Egy bizonyos idő után rászakadt a teher. Minden imaórán sírva imádkozott gyermekét. És egy adott pillanatban az egyik idős testvér belészegődött, és azt mondta, hogy Mária, tartsd ki az imádságot, ne keseredj el, Isten meg fogja hallgatni a könyörgésedet. Vigasztalta, mindig azt leste, amikor találkoztak, hogy a szomorú állapotban volt, akkor azt mondta, belészegődött, Mária, ne add fel. Imádkozzál, mert Isten meghallgat. És ez a testvér 21 éven keresztül vigasztalta ezt a bizonyos testvérnőt. 21 éves házasság után egy gyönyörű szép kislányuk született. Minden beavatkozás nélkül. Gyönyörű szép kislányuk. Testvérünk azt mondta abban az időben, amikor megismerkedtünk a tengeri fürdő helyiségben, ahol mentünk feleségemmel, amikor kezelése, hogy az idős testvérnek a bátorítása és vigasztalása segített engem, hogy a reménycsillagom ne bújjon alá. Az Úr maga elkötelezi magát, hogy ő az árvák és az özvegyek szárogatója. Nem csak a múltban volt az, jelenben is az maradt, és az eljövendésben is az lesz, de volna. Feltevődik a kérdés, hogy hány munkatársa lesz Istennek ebben a helyiségben, a gyülekezetben, a faluban, akik Isten mellé szegődnek és munkatársai lesznek Istennek, hogy ezt az özvegyet és ezt az árva gyermeket támogatják. Nem gondolok itt feltétlen alkalomattán csak anyagi támogatás. Nem. Egy vigasztaló szó. Kedves kézfogás. Egy áldott, meleg szívű átölelés. Egy rövid mondatban nyilvánítva az, hogy melletted vagyunk, melletted vagyok, számíthatsz rá. Az Úr adja azt, hogy legyenek a gyászoló özvegynek és gyermeknek ilyen értelemben munkatársai az Istennek ebben a faluban, és vizsgázzunk jól,
ezen a területen, ha Isten bennünket is próbára tesz egy gyász Isten vagy gyász eset után. Lehet, hogy azt mondjuk erre, hogy nagyon elfoglalt vagyok, ütemes az élet, nagyon. Terítettek a naptáraim, nincs időnk másra. Sokszor még a férnek, meg a feleségnek is nincs ideje, hogy egymással dolgokat, lényeges dolgokat megbeszéljen. Annyira ütemessé lett az életünk. Istennek még mindig az a kijelentése, csendesen munkálkodjanak. Nagyon-nagyon sokan, és én is beleértem magam, átlépjük Istennek ezt a tanácsát. Rohanunk, szaladunk, nem tudjuk, hogy hol az elég, anyagi vonatkozásban, nincs időnk egymásra, nincs időnk sokszor az Úrra, hogy vele való kapcsolatunkat ápoljuk. Amerikában az egyik újságban megjelent egy cikk, és valaki azt közölte ebben a cikkben, $5 kész vagyok hallgatni téged egy fél órán keresztül, anélkül, hogy egy szót szóljak. 10-20 jelentkező jelentkezett lenni a személynél, alig győsz egy 24 órán belül beütemezni őket, hogy egy fél órát hallgasson valaki, anélkül, hogy egy szót is szóljon. Kedves testvéreim! Veresenyi, istenfélő emberek! Ha találjátok ezt az özvegyet az utcán majd, legyen a ti időtök, hogy megszólítsátok, hogy vagy, Deborah. Legyen a ti időtök. Ez jó vetés lesz, és jót arattok majd. A harmadik válaszom erre a kérdésre, hogyan fogadjuk a halál érkezését, készüljünk fel arra napra, amikor a halál hozzánk érkezik. Nem a Gergely családhoz, hanem hozzád. Nem a Gergely családhoz, hanem hozzád. Készüljünk fel erre a napra. Az Isten igéje a 23. 24. versben azt mondja, ne dicsekedjék a bölcs a bölcsességével, az erős az se dicsekedjék erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Ha fel akarunk készülni arra a napra, amikor az Úr a halál angyalát hozzánk küldi el, adjuk fel az önbizalmunkat. Ne bízunk a saját erőnkben, ne bízunk a saját kapcsolatainkban, ne bízunk anyagi dolgokba, ne bízunk a pénztárcánkba, ne bízunk, Istenbe vessük a bizalmunkat. Adjuk fel az önbizalmat, és az Istenbe vessük a bizalmunkat. Azt szokták mondani különlegesen ilyen esetben, hogy hirtelen halál. Testvérei, végrendében a halál mindenkihez hirtelen jön. Az előjelzések, a halál előtti előjelzések területén vannak különbségek. De maga a halál mindenkihez hirtelen jön. És ezért fel kell készülni rá. Szakorvosok azt mondják, hogy egy gyermeknek a szíve egy percen belül 130-at is üt.
kisebbek, esetleg 80-ak, egy másik kategóriában levő embernek 70-et. Akármilyen kategóriába tartunk, hirtelen fog jönni a halál. Hirtelen fog jönni a halál. Az utolsó előtti szívdobbalás még érzékelhető, utána még csak egyet dobban a szív, és Isten azt mondja, hogy állj meg! Nem dobban még egyet. Hirtelen jön a halál mindenkihez. Testvérünknél a Jóisten azt a kegyelmet adta, és nem szóltam el magam, amikor azt mondtam, hogy azt a kegyelmet adta testvéreimnek, hogy az előjelek által Isten elkészítette a családnak a szívét arra, hogy bekövetkezik a halál. Ez is Isten kegyelme. Amikor az egészségi állapot romlott, műtét, utána úgy nézett, hogy szépen felépül, aztán majd hirtelen megint az alázóvanás. Testvéreim, készüljünk el mindannyian arra, bármely pillanatban, bármely órában szólít Isten el bennünket, készüljünk. Annak az embernek, aki gazdagságában, saját erejében bízik, meg baráti kapcsolataiban, meg orvosok beavatkozásában vette a bizalmát, az Úr azt mondja nekünk határozott kijelentéssel, minden test olyan, mint a fű, és annak virága. Reggel még nézed, és sarjad, szép, gyönyörű, estére elrend. Ilyen az embereknek az élete, független attól, hogy milyen maga biztos legyen egy ember, minden test olyan, mint a fű és annak virága. Értékeld a legnagyobb kincset. Úgy lehet készülni. Itt a Jóisten igéje arról beszél, Isten saját magáról azt mondja, hogy én kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlom. Testvéreim, Isteni kegyelmes hangon szólítja meg az ő népét. Tudjátok meg, hogy én kegyelmes Isten vagyok. Az én kegyelmem által fel tudtok készülni a halál érkezésére. Én kész vagyok benneteket felszabadítani a bűnnek terhe alól, és hogyha ez megtörténik az én kegyelmem által nektek, egyáltalán nem állt a második halál. Nem. Ha készek vagytok halálba adni bűnös életeteket, adok nektek olyan életet az én kegyelmem által Jézus Krisztus érdemén keresztül, aminek ez a fizikai halál semmit nem árt. Az ilyen emberek készen vannak arra, hogy Isten elszólítsa őket ebből a földi lényből. Így lehet elkerülni csak az Isten igazságos ítéletét, ha az ő kegyelmét megragadjuk, elfogadjuk, és magunkévá tesszük. Ha ez így van egy embernek az életében, akkor jöhet a halál. Vigasztalású szolgál nekem az, amikor hallottam a kedves Robert részéről, hogy elkészülve ment a földi létből el. Ő volt az, ő tudta azt, hogy a gyerek lassan alszik,
és alszik minden lángja kisebb és kisebb, mégis ő volt az, aki vigasztalta kedves szülőket, vigasztalta a felségét, ő adta a vigasztaló szavakat, minden jó lesz. Testvéreim, higgyetek a Róbert kijelentésében, minden jó lesz. Örvendünk annak, hogy ő a Jóisten kegyelmét megismerte, örvendünk annak, hogy új életet kaphatott, örvendünk annak, egyáltalán nem tudjuk, hogy mi elől vette el őt az Úr, ki tudja, milyen szenvedések elől vette el, örvendünk annak, hogy Isten elkészítette őt a menetelre. Az Úr segítsen bennünket, hogy valamennyiünket a halál pillanata elkészülve találjon az Úrral való találkozásra. Amen. Amen. Köszönjük az ige áldott üzenetét Bálint Pál testvérünk részéről. A gyülekezetünk énekarát kérjük Isten magasztalni, aztán pedig a mai nyelven fog szólni az ige tovább.
familiei îndoriată, dar, dragi frați și surori în Domnul, aș vrea să vă citesc un psalm pe care Dumnezeu a pus pe inima mea să vă citesc cu ocazia aceasta tristă. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu, cum este scris în Psalmul 121. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormi tare. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău. Îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. Amin. Psalmistul zice că îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Am nevoie de ajutor. Sunt în struntoare. Am probleme. Sunt în necazuri. Și voi sunteți în doliu. Dumnezeu este bun față de Israel, față de poporul Lui. Va binecuvântat. Puteți lăuda pe Domnul când v-a ascultat în legătură cu Natan. Când a ajuns la cardiologie. Și Dumnezeu a răspuns minunat la rugăciunile copiilor Săi. Dumnezeu a ascultat rugăciunile noastre când l-am rugat pe El pentru Robert. Și El a recăpătat puterea, a început munca. Dar după aceea Dumnezeu a decis altfel. Noi știm și credem că El este un Dumnezeu bun. Tot ce face și decide, rânduielile Lui sunt mereu perfecte. Noi ne smerim și noi, ca niște copii încrezători, în înțelepciunea Lui, spunem, Tu știi, Doamne, eu nu știu, dar mă încred în Tine. Psalmul respectiv ne dă niște promisiuni foarte minunate. Zice psalmistul în felul următor. El nu va îngădui să ți se clatine piciorul. Cel ce te păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. El va fi cel care va avea grijă de voi. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Gândiți-vă, chiar și aici am avut săptămâna trecută sau cu două săptămâni în urmă căldură mare. Dar nu te va lovi că soarele ziua, zice psalmistul. Nici luna noaptea. Ce înseamnă asta? Niciodată n-a fost lovit nimeni de lună. Căci căldura lunii aici nu se simte. Dar psalmistul vrea să sublinează faptul că deseori noi avem niște îngrijorări reale și altădată avem niște îngrijorări
irreale. Soarele te va lovi, te va bate, dar Dumnezeu va avea grijă de tine. Dar de multe ori noi punem întrebarea, cum va fi mâine? În ce vom îmbrăca sau cu ce? Ce vom mânca? Și așa mai departe. Dar Dumnezeu zice să nu vă îngrijorați. El va purta de grijă. Voi deja l-ați cunoscut cum poartă de grijă Dumnezeu. El este Tatăl vostru ceresc. El știe, El cunoaște problemele voastre, situația voastră și El spune că te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Să nu păcătuiți, chiar când sunteți în jale și în doliu. El vă va păzi de orice rău. Ce bine că avem un Dumnezeu atot puternic, atot prezent, atot știutor. Numai Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul respectiv. Și este și Dumnezeul nostru, că El a făcut cerurile și pământul. Ai tu o credință personală în Iisus Hristos? Căci Dumnezeu s-a întrupat în Fiul Lui, în mijlocul nostru. Și El este cu noi. În fiecare zi, până la sfârșitul viacurilor, ai tu credința aceasta? El este păzitorul lui Israel. Trebuie să ținem cont de contextul psalmului. Promisiunile respective sunt spuse de niște pelerini credincioși. Evrei din Vechiul Testament, de 3 ori pe an, s-au suit în Ierusalim, pe muntele Sionului. Și când s-au suit, din orice parte vei apropia de orașul sfânt, trebuie să te urci mult dinspre nord sau sud, est sau vest, pentru că cetatea Domnului este zidită pe munte. Și când pelerinii veneau, au ridicat ochii spre munți și au întrebat, de unde vine ajutorul meu? Ajutorul meu vine de la Domnul. El a pus numele Lui în templul Lui din Ierusalim. Nu există altă sursă de ajutor. El, numai El, poate să vă ajute și în momentul respectiv, și mâine, și până la moarte. Deci, psalmul acesta este o mărturisire. Pune întrebarea psalmistul, ascultați ce întreabă. De unde va veni ajutorul? Și el ne va da răspunsul. Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. El va păzi ieșirea ta și El te va păzi când vei reveni, vei reîntoarce. Deci, promisiunile respective sunt date celor care au căile lui Dumnezeu în inimile lor. Cei care merg la Ierusalim, spre templu, care se vor întoarce și la anul vin iarăși. Noi avem căile lui Dumnezeu. Vrem să vizităm, să locuim în biserica Lui, în casa Lui, în templul Lui. Și voi, dragă familie doriată, să aveți
să aveți căile Domnului în inimile voastre și să aveți cuvântul Lui în inimile voastre, pentru că cei care sunt pelerini duhovnicești vor ajunge în cer în prezența Domnului. Cum a fost spus mai înainte în limba maghiară, fratele Robert a spus deseori că totul va fi bine. Totul va fi bine. Noi spunem că totul e bun dacă sfârșitul e bun. Dacă va fi bine, când ajungem la Domnul, totul e perfect. Dar dacă tu nu ai căile lui Dumnezeu în momentul prezent, în inima ta, atunci cum vei ajunge tu în prezența Lui? Haideți, fraților, să primim pe Iisus, căci El este calea, adevărul și viața. Și noi să umblăm cu El în puterea Lui și El vă va avea grijă de voi și vă va binecuvânta în așa fel ca și voi să fiți încurajați ca să puteți încuraja și pe alții. Căci El ne dă promisiunile Lui ca să vestim și altora. Vreau să pun întrebarea tuturor celor prezenți. Ai tu căile lui Dumnezeu în inima ta? Ești tu un pelerin spiritual, duhovnicesc? Vii tu, ai ieșit din lume și ești pe drum, traversezi pustia lumii acesteia să mergi spre Ierusalimul Ceresc? Dacă da, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dacă nu, acum poți ieși din Babilon. Poți ieși din Egipt. Poți ieși din lume, din păcatele tale. Și în lumea aceasta să trăiești și să umbli cu Dumnezeu. Domnul să vă mângâie, să vă binecuvinteze, să vă dea pace, lăuntrică și să ne ajute pe noi toți ca odată, când va veni timpul să ne întâlnim pe Iisus Hristos, să fim pe dreapta Lui. El, zice sfârșitul psalmului, va păzi la plecare și la venire. Dacă Dumnezeu păzește pe tine la plecarea ta din viața aceasta, cum a păzit și pe Lazar, dar n-a păzit pe cel bogat, atunci ești binecuvântat. Vei fi tu păzit când vei pleca din lumea asta? Că toți vom pleca. Și toți vom reveni. La înviere. La ultima zi, dar vom reveni cu binecuvântarea Domnului în glorie și în slavă. Dumnezeu să vă dea har tuturor să bazăm credința noastră pe cuvântul Lui. Fiți binecuvântați acum și pe vecie. Amin. Úgy van ének, aki szeretne énekelni. Ez ének alatt szeretnénk felkérni néhány személyt, hogy osszanak ki egy-egy lapot a jelenlevőknek, egy néhány, mindenkinek nem jut. Egy ének volt kérve, kedves Deborah, a testvérünk részéről, hogy énekeljük el, az lesz a záróének, miután elolvasuk a nekrológot. Tehát az ének a kér fog szolgálni, és ezzel a szeretnénk énekni, de szeretnénk, hogy átvehetnék ezt a lapot. Ugyanakkor hirdetem, hogy akinek van telefonja, az kikeresheti az éneket.
zsebünk befor. A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könyv. Ott majd minden értelmet nyer Jézus. Minden kérdés választ talál. Gyötrő érzés nem kínoz már. Nincs félelem. Együtt mind, ott, a mennyben. Egész léjünk az öröm járja át. Köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Ezt fogjuk majd énekelni záró éneknek. Kérjük, hogy legyen akar szolgálni. Gergely László Róbert született 1988. szeptember 8-án. Gergely István és Erzsébet második gyermekeként. Bátyja József és húga Naomi Szilvia. Már gyermekként sok megpróbáltatásban volt része. Szülei gyakran kényszerültek arra, hogy orvoshoz vigyék, hisz az immunrendszere nem működött tökéletesen. Ennek ellenére boldog gyermekkora volt, hisz a szülői szeretet és gondoskodás enyhítette a fájdalmakat, ő pedig gyermeki alázattal viselte a megpróbáltatásokat. Tanulmányait a Szilágyi óvodában kezdte, majd a Szilágyi általános iskolában folytatta, ahol szelíd, törékeny, szófogadó, csendes lénye belopta magát óvónénje, tanítónénje és tanárai szívébe. Szilárd Somjón a Júlium-Mányi úti szakban érettségizett 2007-ben.
Tanulmányait a Vasile Plotis Egyetemen folytatta. Gyermekkora óta hűségesen látogatta az úr házát, és 2003-ban újszövetségi bemerítésben részesült, és ezáltal bevállalt a hitét Isten és emberek előtt. 2018. július 21-én házasságot kötött Gedő Debora Mirjámmal. Házasságukat az úr 2020. július 30-án egy fiúgyermekkel áldotta meg. Kisfiúk Nátán korai betegsége próbára tette hitüket és ima életüket. A szülők és a gyülekezet imáit a Jóisten meghallgatta, és kigyógyította Nátánt a súlyos szívbetegségből. Sohasem ő tétlen, és mindig igyekezett erejéhez mérten dolgozni. 2015-ben sikeresen vizsgázott a polgármesteri hivatal pályázat menedzseri állására. Ezt a munkát nagy alázattal, de szorgalommal végezte. Több sikeres pályázat átadási jegyzőkönyvében szerepel az aláírása az átvevési bizottság tagjaként. Munkája révén az egész közösség szolgálatában állt Felecsenben. Szemét tenni akaró és segítőkész egyénisége által hamar kiérdemelte a kollégái szeretetét és megbecsülését. 2021. decemberében az orvosok súlyos diagnózist állapítottak meg szervezetében. Ennek következtében egészségi állapota fokozatosan gyengült. A gyülekezet és közösségünk imakarjaiban hordozta szenvedéseit. 2022 tavaszán életmentő műtétet hajtottak végre rajta az orvosok, hogy eltávolítsák a drágos daganatokat testéből. A nehéz pillanatokban is a kérdésre, Robi, hogy vagy? A válasz egy erőtlen mosoly kísérletében mindig az volt, hogy jól vagyok. Úgy tűnt, hogy a közben járó imák és orvosok segítségével sikerült legyőznie a gyilkos kórt. Olyannyira, hogy 2023 áprilisában a munkába is visszatért egy rövid időre, de egészségi állapota újabb negatív fordulatot vett, egyre gyakrabban szorult ismét orvosi kezelésre. Egészsége és testi súlya is egyre csak fogyott. 2023. augusztus 30-án Isten úgy döntött, hogy megszabadítja földi szenvedésétől, és magához szorította a dicsőségbe. Abban a tudatban, hogy Isten sohasem ejt hibát, megnyugodva az ő szuverén döntésében, és szeretetébe kapaszkodva elbújt testvérünket, és szeretteink sorsát Atyám gondviselésére bízunk. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikből, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Jelenések könyve 21. rész, 4. verse. A viszontlátás boldog reményében búcsúzik tőle a gyászoló család és a végtisztességbe tevő gyülekezet. Emléke legyen áldott. Amen. Befejező éneket fogunk testvéreim énekelni. Azt követem majd pár testvérünk fog imádkozni záróinaként. Tehát az ének, amit énekelni fogunk, az előtt említett ének, felolvasom a harmadik, a negyedik versét is.
címre láthatunk már Jézus, megváltásunk teljessé vált. Új létezésre változunk át. Lesz egy nap, ott mindörökké szabadok leszünk, Jézus. Véget ér a szüntelen harc, dicsőséget feltárul majd. Lesz egy nap, együtt, mint ott a mennyben, egész régünk az öröm járja át, köztünk áll majd Jézus, és harsogjuk a győzelem dalát. Amen. Szóval
tudja az Isten tiszteletet. Igét, ígéretet szerinted érvényesen vissza. Segíts Uram, hogy embereknek a szíve hatódjon meg. Tegyék magukéval azok az emberek az üzenetet, akiknek még rendezetten a viszonyuk velük. Áld meg, kérünk, különlegesen a gyászoló családot. Áld meg, Uram, ennek a falunak a népét. Szeretnénk, Uram, az eljövendőben helyesen vizsgázni, ahogy viszonyulunk az özvegyhez és az árva gyermekhez. Kérjük, Uram, hogy együttérző lelkülettel segíts a terüket hordozni, és mindezekkel a Te isteni neved dicsőítessék meg, Urunk. Amen. A következőben Robert testvérünk Borsától át kísérjük ki a temetőkertre, akit megkérhetjük álljunk a család mellett is.
Istenti teretet, aztán igeolvasás következik, és igehirdetés Bálint Pál testvérünk részéről. Hajtsunk fejet és imádkozzunk. Testvérünkre kérjük meg imádkozni is, igét hirdetni is. Urunk, segítségül hívjuk a te neved itt most a természet templomában, egy nyitott sír mellett. Köszönjük, hogy a számodra minden idő alkalmas arra, hogy szíveli csendességgel közellétedet keressük. Imádkozunk azért, Uram, hogy szólíts meg bennünket, gyászoló családot különlegesen. A gyász okozta fájdalmat osztassad, és a gyász okozta sebekhez viszonyítva adj nekünk vigasztalást. Kérünk, Uram, hogy segíts, hogy a figyelmünket ne csak a nyitott sírra és a koporsóra tereljünk most. Sokkal inkább nézzünk fel Reját, megtartó Istenünkre, gondviselő Istenünkre, aki Isten voltál, vagy és leszel örökkön örökké, akinek napjai nincsenek megszámlálva. Kérünk, Uram, hogy isteni kegyelmedet árasszad mindannyiunkra, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Amen. Olvasni fogom Mózes első könyve, 50. fejezetéből a 24. és 25. verset. Mózes első könyve 50. fejezetének 24 és 25. verséje a következőképpen vannak megörökítve. És mondta József az ő testvéreinek, én meghalok, de Isten bizonnyal meglátogat titeket, és felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És megesketi József Izrael fiait mondván, mikor az Isten titeket bizonnyal meglátogat, vigyétek fel innen az én tetemeimet magatokkal. Amen. Amen. Józsefnek ajkáról testvérei felé ezek a szavak akkor hangzottak el, amikor József is úgy érezte, hogy a halál angyala valószínű, hogy rövétesen hozzá is megérkezik. Előjelzéseket érzett az Isten részéről, hogy a pályafutását ezen a földön rövid időn belül befejezi. A feladatát, amit Isten rábízott, a munkáját befejezi, és elköltözik testvérei közül ebből a földi létből. Valószínű, hogy József testvéreit ez a kijelentés nagyon sokkolta. Bátorkodom azt mondani, hogy József testvéreit jobban sokkolta ez a bizonyos kijelentése Józsefnek, mint a kedves gyászoló családot a Róbert elköltözése. A Róbert elköltözése már megtörtént. Ti már a legérzékenyebb sokkon túl vagytok. Amikor József testvéreinek ezeket a szavakat mondta, akkor József még közöttük volt. Látták. Élvezhették a jelenlétét. És amikor azt mondta nekik, hogy én meghalok, valószínű, hogy felettébb sokkolta ez a kijelentés őket. Józsefnek a testvérei úgy tekintettek Józsefre, majdnem, mint az Istenre. Ő volt a gondviselőjük, ő hozta fel őket a nyomorúság kemencéjéből, rajta keresztül áldotta meg Isten a szülőket, szülőpárt, a testvéreket, eltartotta az éhség nyomorúság idején a józsefi gondviselés által Isten a József testvéreit. A legnagyobb tisztelettel néztek Reá,
és a leginkább akkor érezték biztonságban magukat, amikor a József jelenlétében voltak. Ha József ott van, akkor minden jó lesz. Kedves Debora, kedves gyászoló család! Idézem én is most újra a Róbert kijelentését. Amiután az első nagy sokkon túl vagytok már. Minden jó lesz. Nagyon szép Józsefnek a kijelentése, amikor azt mondja, én meghalok, de az Isten bizonnyal meglátogat titeket. Én nem leszek már közöttetek, én nem segítek rajtatok, de Isten közöttetek marad. Isten támogatni fog titeket. Én elhagylak titeket, de Isten mellettetek marad. A Róbert által mondott mondat hátterében valószínű, hogy ezt lehet nektek is most érteni. Ő elment. De Isten mellettetek marad. Őt nem láthatjátok már. Isten jelenlétét tapasztalhatjátok. A megváltó azt ígérte nekünk, íme én ti veletek vagyok minden napon a világnak végezetéig. Nem lesz féri támogatás, meg apai támogatás, de az Isten támogatása több a férj és az édesapa támogatásánál. Jelenlétét fogjátok érezni, amikor bementek és rátekintettek arra az ágyra, ahol utolsó dobbant a szíve. De ekkor is emlékezzetek arra, ő nincs ott, de az Isten veletek van. Minden vigasztalásunk ebben van. A megváltónak áldott ígéretében bízva tudunk átmenni a síralom völgyén, tudjuk megküzdeni és hordozni alázattal a keresztünket, még akkor is, amikor az nagyon nehéz és nagyon súlyos, abban a tudatban, hogy az Úr mellettünk van. Nem egyedül hordozzuk a terheket, nem egyedül hordozzuk a gyászt, nem egyedül vagyunk, amikor megerednek a könnyeink, az Úr mellettünk van, az ő vigasztalását tapasztalhatjuk meg az élet bármilyen körülményei közepette. Ezt kívánjuk számotokra, kedves gyászoló család! Az eljövendő időszakban még inkább keressétek az Isten jelenlétét. Mélyedjetek el az Úrral való közösség gyakorlásban. A kedves férjel, az édesapával, a gyermekkel, Gergely testvérék, nem takarolhatjátok már a közösséget. Mélyítsétek el a közösségeteket a megváltóval, az Úr Jézus Krisztussal. És minden jó lesz. Van az egyik ének, amelyben az énekköltő nagyon szépen fogalmaz, és hitbeli meggyőződésének ad hangot, amikor így énekeljük az éneket, minden javadra válik, éltet folyaman, aki Isten szeretet, hűen és igaza. Ebben benne van a mélységes gyász is, a legnagyobb vesztesség is, amit a halál okozott. Minden egyaránt javokra van azoknak, akik Isten szeretik. Józsefnek vigasztaló szavaiban az is benne van,
nem csak, hogy Isten meglátogat titeket, hanem felvisz titeket e földről. A kísértővel, amikor szövetkezik az ember, akkor azt tapasztalja élete folyamán, hogy napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra az ördög mind mélyebbre és mélyebbre viszi. Nem áll meg, hogy a szakadék széléig vigye csak, a szakadék mélyébe süllyeszti. Aki az ördöggel szövetkezik, az élete rohamosan lefelé tart. József azt mondja testvérének, az Isten titeket majd felvisz. Annak az embernek az élete, aki a megváltóval szövetkezik, a megváltót fogadja élete urává, annak az élete felfelé ívelő. Független attól, hogy milyen körülmények között éli az életét. Fölfele ívelő. Az ilyen embereket az Úr győzelemről győzelemre viszi, ameddig megjelenünk majd a dicsőségben az Úr országában. Kedves Róbert testvérünk számára is az Úrnak ez az ígérete, ebből a sírból, a kis koporsóból az Úr majd felviszi. Eljön a feltámadás ideje, amikor az Úr szól, halottak föltámadnak, és azok az emberek, akik az Úré voltak ezen a földön, úgy, mint kedves Róbert testvérünk is, felmennek az örök dicsőségbe, a mennyek országába, ahol nem lesz gyász, nem lesz sírás, nem lesz halál. Az élet napja, az örök élet napja ragyog ránk egy örökké valóságon keresztül. Viszont sajnálattal kell mondani, de az üzenet csak így lesz egész, ha azt is hozzáteszem, hogy akiket az a nap úgy ér, hogy a megváltóval nem békültek meg, úgy haltak meg, azok mélyre süllyednek. Durva a kifejezés, de ezt kell mondani. A pokol mélyére jutnak, ahol lesz sírás és fogaknak csikorgatása. Kedves testvéreim, céllal használtam ezeket a súlyos, nehéz szavakat. Mentői szeretettel. Mindannyiótok felé, elsősorban magam felé, és mindannyiótok felé. Az Úr segítsen bennünket, hogy egy gyász Isten tisztelet alkalmával, amikor ez a megrázó esemény érte nem csak a gyászoló családot, nem csak a baptista gyülekezetet, az egész falu népét, meg a környéken élőket, akik ismerték a Róbertet, az Úr szólani akar hozzánk. Az Úr belekiált az életünkbe. Készüljetek az Úrral való találkozásra. Az Úr segítsen erre bennünket, mindannyiunkat. Amen. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, Atyánk, neked végtelen szeretetedet, hogy adtad a te fiadat érettünk halálba, hogy számunkra a halálnak és a pokolnak ne legyen fullánkja. Köszönjük az élő reménységet, köszönjük a vigasztalást részedről. Ajándékozz meg ezzel a gyászoló családot gazdagon. Kérünk téged, hogy ígéreteiddel, a te beszédeddel, amely élő és ható, hadd erősödjenek, vigasztalódjanak. Imádkozunk, adj mindnyájunk számára
örök életet Krisztusba vezet hit által, a hozzád való megtérés által, kegyelemből. Arra kérünk, hogy te adj erőt rád tekinteni, hogy ne a jelen valókra nézzünk, hanem tere járd, mert a mi segítségünk te tőled jön, aki teremtetted az eget és a földet. Kérünk, erősítsd meg lépteinket, légy te, ami oltalmazunk, árnyékunk, ami jobb kezünk felől. Arra kérünk, Istenünk, segíts bennünket éheznünk a te ígédet és igazságodat. Kérünk téged, hogy adj erőt hinni. Kérünk téged, hogy adj olyan vigasztalást, amellyel begyógyulnak a sebek. Ó Istenünk, rejád néznek a mi szemeink. E földön nincs hová menjünk, nincs hová forduljunk, csak te hozzád. Légy te a megtartója a gyászorult családnak és mindnyájunk életének. Fiad nevében kérjük most és örökké. Amen. Amen. Szeretnénk megköszönni Bálint pátesterünknek a szolgálatát, amelyet hirdette itt is, a kápolnánál is, Isten vigasztaló üzenetét. A gyászorult család nevében szeretnénk megköszönni minden kedves jelenlevőnek, hogy itt létével részvétet nyilvánított feléjük. Adjon az Úr vigasztalást, erőt, békességet a gyászorult családnak, hogy az Úrra nézzenek, és Isten ígé által, ígéretei által vigasztalódjanak. Hirdetjük azt, hogy akik távolabbról jöttek, a gyászorult család hívja őket szeretettel, a temetés befejeztével a Martini vendéglőbe egy vacsorára. Miközben a hantolás történik, a gyülekezetünk énekkara, illetve fúvóskara szolgálhat. Kérjük szerettel. Isten a dicsőség mindenért. Amen.
Thank you.
Thank you.